Na halihó, sziasztok! Szép jó estét, boldog május elsejét mindenkinek! Remélem jól telt a munka ünnepe. Én pedig itt vagyok a kettes számú Estonia Stereo videóval. Sikerült ma időben hazaérni a melóból, úgyhogy volt egy kis időm lemenni ide a házak közti focipályához, és a már jól ismert használaton kívüli pingpongasztalon szétbontottam a rádiót, és egy kicsit kifújtam a belsejéből a port, kisecsettel meg egy régi rossz fogkefével kisöprögettem a dzsuvát, és hát ez itt az eredmény, ami látszik a videón. Érdemes összehasonlítani a rádió méreteit a 17 és 15 szolos monitorokkal. Nem egy kis darab, valljuk be. Tehát ott mellette az az átlagos méretű forrasztó állomás egészen eltörpül. No, hát ez egy nagyon-nagyon gyors kis áttekintés lesz a készülékről. Első körben a tápegységet szemrevételeztem. Külsérelmi nyomot, égést, bármilyen oda nem illő objektumot, zárlatnyomát nem véltem felfedezni, sőt, mi több, úgy láttam, hogy megegyezik az Estonia 006 Stereónak, vagyis az újabb készülék típusnak a tápegységével. Talán annyi eltérés van, hogy a csövek miatt egy kicsit nagyobb maga, ugye fizikálisan a trafó benne. Első nekifutásra tovább haladva a szemrevételezéssel maga az URH tuner rész az teljesen szabványos. Maguk a hangoló elemek, a forgókondenzátorok szintén abszolút szabványosnak mondhatóak. Ami ugye eltérés van a két rádió között, az maga a motoros hanguló mechanika, az pedig ugye itt van lent, ez itt maga a motor, és próbálom megmutatni, hogy ott, ha benézünk, hogyha a kamera is úgy gondolja, akkor ott lent az a fehér kis fogaskerék, amire nem tudok jól ráfókuszálni, azzal a kis áttétellel, az hajtja magát a hangoló mechanikát. Hát sajnos az oroszok azt műanyagból csinálták, de bízom benne, hogy nem fog elkopni, nem fogom hülyére használni a készüléket. No, haladjunk is akkor tovább. Maga a rádiófrekvenciás rész, ami itt előttünk van, szintén úgymond külsérelmi nyom nincsen. Kicsit még itt-ott poros-koszos, azon még ecsettel át kell menni. Itt vannak ugye a váltókapcsolóhoz tartozó hangolt körök, és a lényegi eltérés, az pedig majd itt fog következni, egy gyors kitérő, egy gyors megjegyzés, hogy itt helyezkedik el ebben a dobozban a tranzisztoros stereo dekóder, és érdekesség, hogy ide a hátlapra van kivezetve ez a stereo balance poti a bal és a jobb csatorna között. No, ugorjunk is tovább akkor magára a végfok egységre. Itt van a két darab kimenő transformátor, itt van a bal csatornának a két 6P14P csöve, a jobb csatornának a két 6P14 csöve, itt van a két előfok, és gyakorlatilag itt van, ami magát az előfokot is meghajtja. Itt vannak a különböző hangszín hangmagasságpotik, és itt akkor gyorsan ki is térnék egy észrevételre, ugyanis itt a végfok egységben felfedeztem egy külsérelmi nyomot. Itt a videóképnek a közepén láthattok egy 130 ohmos ellenállást, ami köszönő szépen jól van, maximális egészségnek örvend, vele nincsen baj, ő a bal csatornához tartozik. Tartozik egy ugyanilyen a jobb csatornához is, hát ő már kevésbé néz ki egészségesen, azonban a 130 ohm ugyanúgy kimérhető rajta, de ezt az ellenállást majd az első bekapcsolás előtt mindenféleképpen cserélni fogom, illetve le kell ellenőrizni, hogy ez pontosan a csőnek melyik áramköréhez tartozik, mert simán lehet, hogy esetleg egy csőzárlat, egy csőhiba miatt égett meg ennyire csúnyan az ellenállás, és nem szeretném, hogyha a csereellenállás is erre a sorsra jutna. No, hát akkor így hirtelen első neki futásként ennyit az Estonia Stereóról. Kettes számú videót láttátok, és ha az elkövetkezendő napokban, ahogy a munka engedi, fogok vele majd foglalkozni, és megpróbálom életre kelteni. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép estét, nézzétek meg a többit is. Halihó!